Ifjúsági kérdések. Az Emmi képviseletében Balogh Zoltán miniszter beszélt a fiatalokat érintő kérdésekről szombaton a megyeházán. Agrárkutatás. A Debreceni és az Eszterházi Károly Egyetemmel végez közös mezőgazdasági kutatást a Nyíregyházi Felsőoktatási Intézmény. Fogyatékkal élők világnapja. Az ENSZ kezdeményezésére 1992 óta hívják fel kiemelten a figyelmet a fogyatékkal élők problémáira. A fiataloknak nagyobb figyelemre van szükségük a magyar közéletben, hangsúlyozta Balogh Zoltán szombaton Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Fidelitas szervezésében rendezett találkozón a fiatalokat érintő aktuális kérdésekről, kihívásokról beszélt az emberi erőforrások minisztere, olyan témákat érintve, mint az egységes magyar Kárpát-medencei tér, vagy a mobilitás kérdése. A rendezvényen Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Szabó Tünde sportért felelős államtitkár is részt vett, akik a találkozó végén a jelenlévők kérdéseire is válaszoltak. Az a tapasztalatunk, hogyha a jövendő nemzedéknek, a fiataloknak a tudatában, a lelkében, meg a napi döntéseiben nincs benne az, hogy a magyarok azok saját maguknak a szomszédai, és hogy a határnak a két oldalán magyarok élnek, akkor ez egy eltűnő dolog lesz. Az egységes magyar Kárpát-medencei térben kell gondolkodni többek között az egészségügyben, az oktatás, a család, a kultúra és az egyházpolitikában egyaránt Balogh Zoltán szerint. Az emberi erőforrások minisztere az itthon fiatalon szülőföldön ifjúsági találkozón beszélt határon túl és anyaországi fiataloknak szombaton Nyíregyházán. Balogh Zoltán úgy véli, a felsőoktatás kiváló példa lehet arra, miként köthető össze a Kárpát-medence magyarsága. Mindenfajta anyagi korlát nélkül bármelyik fiatal, aki eldönti, hogy ő egy magyar ajkú vagy egy magyar nyelven oktató egyetemnek a hallgatója, és egy másik magyar nyelven oktató egyetem hallgatója akar lenni, amelyik nem abban az országban van, akkor mi ez egy olyan ösztöndíj támogatást adunk, úgy hívják, hogy Makovec ösztöndíj, amelyel valóban egy stabil megélhetéssel egy szemeszterre, kettőre, vagy akár több évre is egy másik magyar nyelven oktató felsőoktatási intézménye tanulhat. Balogh Zoltán úgy véli, napjainkban az ifjúság esetében a kulcs szó a figyelem. A közéletben még több pozitív figyelmet kell kapniuk, amelyhez hitelességre és őszinteségre van szükség. A politikus szólt a fiatalokat érintő mobilitásról is, mint mondta, a kormány intézkedései ezt támogatják. Ezért részt veszünk az ösztöndíj programokban európai szinten, ezért mi támogatjuk azt, hogy a kutatóink külföldön kutassanak, de aztán utána hazatérjenek. Van egy olyan lendület programunk, erről keveset beszélünk, de mi a kormányüléseken, miniszter úrral meg szoktuk nézni a számokat, elindult a visszaáramlás. És az az érdekes, hogy nem feltétlenül a szakmunkásoknak a szintjén, hanem a kiváló tudósainknak a szintjén. Balogh Zoltán beszélt a kormányzat ifjúságpolitikájáról és ez irányú intézkedéseiről is. Így többek között a friss házasoknak járó támogatásról, a családi otthonteremtési kedvezményről, vagy a külhoni magyarságot érintő köldökzsinór programról. Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a nyári budapesti vízes világbajnokságot állította a fiatalok elé példaként. Benne van minden, amit ma a 21. században, 2017-ben mi a magyar kormány, mi a magyarok gondolunk erről a világról. Benne van a lelkesedés, a tenni akarás, a küzdelem, a hit, a bátorság és az, hogy meg tudjuk csinálni. Szabó Tünde arra hívta fel a figyelmet, hogy sok feladat áll még a fiatalok előtt. A magyar kultúra, a környezetük, a kereszténység és a magyar nemzeti értékek védelmében. Mint mondta, ez viheti előre az országot, a megyét és Nyíregyházát. Hiszen a kitartó és elkötelezett cselekvés az, ami egy nemzetközi jelentőségű nagyváros jövőképét tudja elénk vetíteni. Olyan városét, amely Európa részeként kiegyensúlyozott, stabil alapokon nyugvó, fejlődő gazdasággal rendelkezik, minden mellett pedig lakható, élhető város is marad. A fórum végén a fiataloknak lehetőségük nyílt arra is, hogy feltegyék kérdéseiket a politikusoknak.
A komplex vidék gazdaságról és a fenntarthatósági fejlesztésekről is tárgyaltak a Nyíregyházi Egyetemen a Műszaki és az Agrártudományi Kar a Debreceni és az Eszterházi Károly Egyetemmel közösen végez kutatást mezőgazdasági fejlesztésekben. Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében címén indult az a projekt, amiben a Nyíregyházi Egyetem konzorciumi tagként vesz részt. A debreceni, valamint az Eszterházi Károly Egyetem oktatói és hallgatói összehangoltan végzik az agrárgazdasági kutatásokat, közösen hasznosítják az eredményeket az egész Kárpát-medencére kiterjesztve. Alapvetően a talajvíznek a hasznosíthatóságát, a talajvédelem és a fenntartható gazdálkodásnak a összehangolását, ezek jelentik a fő célkitűzést, de a mezőgazdaságnak nagyon fontos szegmense és egyre inkább fontosra váló szegmense az, hogy precíziós módon végezzük mindezeket a tevékenységeket, tehát így a precíziós gazdálkodás is megjelenik a kutatási témák között. A Nyíregyházi Egyetem fenntartható tápanyaggazdasági műhelye három témában végez kutatást a projekten belül, az ökológiai és konvencionális gazdálkodásban használható szerves trágyaszerekkel végzett kutatások mellett a zöld trágya növények, valamint az úgynevezett pillangós virágú tápanyaggazdálkodásban jelentős növények hatását vizsgálják. Már összebeállítottunk egyes kutatásokat, mások tavasszal indulnak. Tehát igazság szerint csak a betakarítások után várható, hiszen jó hatásuk van ezeknek a talaj fizikájára, kémiájára, biológiájára, de összességében az a legfontosabb, hogy az utóvetemény egész egyszerűen többet terem tőle, vagy sem. Tehát gazdaságilag is hasznos-e ez, vagy sem. És itt kapcsolódik ez a termelők irányába is, hogyha megfelelő technológiákat tudunk kidolgozni, akkor azokat nem feltétlen a tudománynak kívánjuk átnyújtani, hanem ismeretterjesztő cikkek formájában leginkább a termelők felé eljutatni ezt. A kutatásban a hallgatók is részt vesznek, ők egyéves ösztöndíjat kapnak. A hallgatók a kutatókkal közösen dolgoznak, az arról készült beszámolójuk akár egy szakdolgozat vagy tudományos diákköri dolgozat alapja is lehet. Magyarországon több mint 500 000 ember él valamilyen fogyatékossággal. December 3-a a Fogyatékkal Élők Világnapja. Ennek alkalmából tartottak fórumbeszélgetést hétfőn délután Nyíregyházán. A kezdeményezés célja, hogy lehetőséget adjon a civil szervezeteknek, a szociális intézményeknek és a települések önkormányzatainak az együtt gondolkodásra és a tapasztalat cserére. December 3-a ENSZ döntés alapján 1992-től a Fogyatékkal Élők Világnapja. Ezen a napon a betegség, baleset vagy katasztrófa következtében fogyatékossá vált emberek problémáira szeretnék felhívni a figyelmet, ugyanis a fejlett országok lakosságának 10%-a él valamilyen fogyatékossággal, Magyarországon pedig 600 ezerre becsülik ezt a számot. Aki fogyatékossággal él, az nem vesztes. Az, amikor valaki elveszíti a valamelyik érzékszervét vagy gondolkodásbéli képességét, az nem feltétlen egy vesztes állapot. És talán ez a felismerés a legfontosabb, hogy van egy olyan lehetőség, hogy fogyatékossági állapotot meg lehet élni egyfajta haszonnal, vagy egyfajta szépséggel, és megtalálni azokat a szépségeket, ami a fogyatékosságnak egy jellemzője. 2006. decemberében az ENSZ elfogadott egy 50 cikkeiből álló egyezményt, amely a fogyatékossággal élők jogainak védelmét szolgálja. Az eseményen kiemelték a 19., vagyis a lakhatásról szóló cikkeit. Az ENSZ 19. cikkeje éppen erről szól, hogy olyan lakás körülményeket, lakhatási körülményeket kell biztosítani a fogyatékossággal élő embereknek, ahol egyfajta módon megélik az önálló életvitelt. És hát tulajdonképpen ez a cikke, a 19. cikke egyfajta hosszú távú utat nyitott meg, mert 2025 az a dátum, amikor az összes olyan bentlakásos intézményt, ahol fogyatékossággal élő emberek élnek, azokat ki kell váltani lakóotthonokká. A fórumon nem csak civil szervezetek, hanem önkormányzatok is képviseltették magukat. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szentmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke beszédében kiemelte, a fogyatékkal élők ugyanolyan komoly erőforrás jelentenek megyénknek és az országnak is, mint egészséges társaik. Ezért is fontos, hogy a megvalósuló megyei fejlesztések és beruházások akadálymentesítettek legyenek, ami nem csak a mozgás korlátozottakra vonatkozik, hanem a hallás- és látássérültekre is.
Különleges kézzel készült betlehemek tekinthetők meg a József András Múzeum pénteken nyílt tárlatán. A megszületett címet viselő kiállítás anyaga a lengyelországi Zsesovi Néprajzi Múzeum gyűjteményéből érkezett a Szabolcsi megye székhelyre. A kiállítással a karácsonyi készülődést és hagyományt szeretné közelebb hozni a látogatókhoz az intézmény. Ostyátörtek is osztottak szét az adventi készülődés jegyében. Ezzel a különleges lengyel népszokással köszöntötték a résztvevőket pénteken a József András Múzeum megszületett című új kiállításának megnyitóján. A tárlatra Nyíregyháza lengyel testvérvárosából, Zsesovból, az ott működő Franciszek Kotula Néprajzi Múzeumból érkeztek a műtárgyak. A karácsonyi készülődés jegyében a lengyelországi Kárpátaljai Vajdaságban élő művészek kézzel készített betlehemeit láthatják a látogatók. A múzeum a kiállítással az adventi készületet és hagyományokat szeretnék közelebb hozni. Különféle stílusú, formájú, színezetű betlehemeket hoztak el ide a mi múzeumunkba, és nem csak betlehemek, hanem domborműveket is láthatnak az ide látogatók a falakon. Lengyelországban mai napig nagy hagyománya van a betlehem építésnek. Karácsony közelettével szinte valamennyi templomban állítanak betlehemet, néhol élő állatok is szerepelnek a figurák között. Ezen a betlehemen II. János Pál pápa térdel a kisdegy Jézus előtt. Lengyelországban ez a fajta megjelenítés nem ritka. Az idő múlásával és az utóbbi időkben új elemek is megjelennek ezeken a betlehemeken, például olyan emberek, akik híresek. Van olyan betlehem, amelyen odaállítják II. János Pál pápát, vagy vannak olyanok is, amelyeken egy-egy város helység nevetetesebb személyiségei láthatók, de például egy Zsesov melletti településen modern épületek alkotják a betlehemet. A múzeumnak több lengyelországi kötődése van, Zsesovval különösen szoros kapcsolatot ápolnak, a lengyelországi testvérváros évek óta rendszeres résztvevője a nyíregyházi múzeumi napoknak. Rémies Tibor szerint nem csak országosan, hanem nemzetközileg is fontos a múzeumok közötti közös munka és tapasztalatcsere. Ennek a nemzetközi muzeológiai események is érdekelnek, és ebből kifolyólag mi nyitottak vagyunk arra, hogy Lengyelországon keresztül akár a nyugat-európai, akár a kelet-európai muzeológiai tudományt hogy tudjuk eljutatni a Magyarországra is. A megszületett címet viselő kiállítás január 15-ig látogatható a múzeumban. A Nyíregyházi Állatpark lett az év turisztikai attrakciója. Az egyik legismertebb hazai szállásfoglalási portál versenyén nyerték a díjat. A látogatók szavazatai és egy szakmai zsűri véleménye alapján hirdettek győztest. A több mint 160 ezer szavazatnak majdnem a felét a Nyíregyházi Állatpark kapta, így végzett a dobogó legmagasabb fokán. Újabb rangos elismerést kapott a Nyíregyházi Állatpark. 16 elismert, kedvelt hazai látványosság közül nyerték el a szavazók 43%-ának a voksát, és így az év turisztikai attrakciója díjat is. A mezőnyben olyan látványosságokat szorított maga mögé az állatpark, mint a Zsolnai Kulturális Negyed, az Ópuszteszeri Emlékpark, az Akteleki Cseppkőbarlang, az Egri Vár, a Hévízító, a Gyulai Várfürdő, a Visegrádi Vár, vagy a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő. Igazán különös és hatalmas dolog az, hogy maga a közönség, az ide látogatók döntöttek így, hiszen Európa legjobb állatkertje lettünk 2 évvel ezelőtt egy szakmai zsűri alapján az 500 ezer alatti látogató kategóriában. Most azonban, hogy a közönség döntött így, hogy az idei esztendőben mi vagyunk a legjobbak, ez mindennél többet jelent, hiszen nagyon fontosak számunkra az ide látogatók, minden évben újdonságokat szoktunk átadni. Jelenleg is például zajlik a látogatók központnak az építése, de mellett lesz Hópárduc kifutó. Az idén 10 éves szállás.hu 5-ször hirdette meg az évről évre egyre népszerűbb versenyt, amelyen több mint 160 ezer szavazat és közel 680 ezer vendégértékelés alapján lett idén a folyamatosan fejlődő 30 hektáros Nyíregyházi Állatpark a legjobb. Idegenben veretlenül zárta az évet a Kisvárda Master Good. A Moson-Magyaróvár otthonában lépett pályára vasárnap az MB2 20. fordulójában Kondás Elemér csapata, ahol 2-1-es győzelmet aratott. Sár és traktorok barázdái. A focihoz cseppet sem megszokott és megfelelő körülmények várták a játékosokat Moson-Magyaróváron.
A halasztás azonban csak a csapatoknál jött szóba. A játékvezető futballra alkalmasnak ítélte a játékteret. Talán a szélsőséges körülmények zavarhatták meg néha a játékosokat, de az biztos, komikus helyzet hozta meg a vezetést a Kisvárdának a 4. percben. Lukács passzolta a 16-oson kapura a labdát, ami ugyan célt tévesztett, de a mosonmagyaróvári védőknek hála, mégis a kapuban landolt a játékszer. A 26. percben egyenlített a hazai csapat, Bóner jól játszott át magát a védőkön, a labda Laki elé került, onnan pedig kapásból a hálóba. Egészen a 80. percig nem változott az eredmény, ekkor azonban megszületett a Kisvárda győztes találata. Misic szabadrugásból 18 méterről szépen helyezte a jobb felsőbe a labdát. Győzelmével a Kisvárda megerősítette második helyét a tabellán, és 47 pontjával továbbra is 2 ponttal marad el az éllovas. Hétvégén a Csákvár ellen 3-1-es sikert arató MTK mögött. Zárkózott a Spari is, a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán 3-2-re győzte le a Budafokot, és 33 ponttal a negyedik helyen áll már, mindössze 1 ponttal lemaradva a dobogóról. Egyéni és csapatversenyeken mérték összetudásukat autista és halmozottan sérült tanulók a Nyíregyházán megrendezett megyei sporttalálkozón. A megmérettetésen elhangzott, a fogyatékkal élő sportolók pozitív példaként járhatnak éptársaik előtt. A hasonló események nagyban segítik a társadalmi integrációt is. Aerobik bemutatóval hangolódtak a versenyzők a nyíregyházi Bácsi Gusztáv iskolában. Idén is a Nyíregyházi intézmény adott otthont a fogyatékkal élők világnapjához kapcsolódóan megrendezett autista és halmozottan sérült tanulók megyei sporttalálkozójának. Ők is tudnak nekik megfelelő sportágakban igenis versenyezni. Tudom, hogy nagyon nehéz velük, de én úgy érzem, hogy legalább egy évben egyszer kerüljön arra sor, hogy a halmozottan sérült, autista és hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok versenyezzenek. A diáksportban inkább a nevelésen van a hangsúly, a sportolók önmagukat legyőzve, társaikkal versenyezve növelhetik saját teljesítményüket, nem csak a sportban, hanem a tanulásban is. A szabadidősportnak annak egy kicsit másabb a célja, ott inkább a mozgás öröme, az, hogy együtt legyenek, közösséget fejlesztünk közöttük, sokkal inkább erre helyezzük a hangsúlyt az ilyen nagyobb eseményeknél, mint ez a mai is. A mostani sportverseny jóval túlmutat egy egyszerű találkozón. A sport az egy olyan integráló erő, egy olyan integráló lehetőség, amelyen úgy gondolom, hogy közösségi élményt teremtve sokkal jobban megismerhetjük az ő életüket is, és talán egy picit belekóstolva át tudjuk érezni azt, hogy milyen körülmények között és milyen lehetőségek között kell nekik megmutatni azt sokkal több energia ráfordítással, hogy bizony ők is ugyanolyan értékű emberek, mint bárki más. A fogyatékkal élő sportolók kiváló példaként is szolgálhatnak. Ha vannak olyan fiatalok, akik úgymond eltérő minták a hagyományostól, nem csak a sorstársaikra, hanem az éptársaikra is pozitívan tudnak hatni, hiszen egy fogyatékos fiatal tud sportolni, akinek azért több nehézséggel kell naponta megküzdenie, mint az éptársának, az pozitív példával járhat az éptársa előtt is. A másik pedig, én úgy gondolom, hogy minden ilyen esemény nagyon-nagyon fontos pillére a társadalmi integrációnak. A sporttalálkozón a fogyatékkal élő sportolók olyan egyéni számokban mérték össze ügyességüket, mint babzsákdobás, dárc vagy roller, de a csapatok számára sorverseny is szerepelt a programban. Idén már harmadik alkalommal rendeztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendészeti Kondi Park bajnokságot a Nyíregyházi Sportcentrumban. Az egésznapos rendezvényen mintegy 60 rendvédelmi szakember mérte össze erejét és gyorsaságát a 11 feladatból álló kondipályán. Erő, gyorsaság, kitartás. A Hajdú Rendészeti Sportegyesület a Nyíregyházi Rendőrkapitányság felkérésére december 3-án szombaton szervezte a 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendészeti Kondi Park bajnokságot, amelynek a Nyíregyházi Sportcentrum biztosított helyet. A bajnokság idén először a Belügyminisztérium sportnaptárában is szerepelt, ennek köszönhetően elfoglalta méltó helyét a kiemelt rendészeti sportesemények között. A B-Strong Kondi Parkot láthatjuk itt a háttérben, és ennek van egy néhány kiegészítője. Két körös a verseny, elit kategóriában két vodot kell teljesíteni tulajdonképpen. És hát általános gyakorlatokról van szó, saját testsúlyos gyakorlatok, funkcionális elemek, mint húzózkodás, tolózkodás, gumiabroncs görgetés, az egyik legnépszerűbb, illetve kettlebelles gyakorlatok. A megmérettetésre mintegy 60 fő,
férfi és női versenyző nevezett az ország különböző pontjairól, voltak közöttük rendőrök, tűzoltók és a terrorelhárítás munkatársai is. Egyéni és csapatkategóriában mérhették összetudásukat. A résztvevők 11 részből álló feladatsort teljesítettek a kondi pályán. A versenyen indulók emlékérmet kaptak, a helyezettek értékes tárgyutalomban részesültek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A fiataloknak nagyobb figyelemre van szükségük a magyar közéletben, hangsúlyozta Balogh Zoltán szombaton Nyíregyházán. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Fidelitas szervezésében rendezett találkozón a fiatalokat érintő aktuális kérdésekről, kihívásokról beszélt az emberi erőforrások minisztere, olyan témákat érintve, mint az egységes magyar Kárpát-medencei tér, vagy a mobilitás kérdése. A rendezvényen Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Szabó Tünde sportért felelős államtitkár is részt vett, akik a találkozó végén a jelenlévők kérdéseire is válaszoltak. A komplex vidékgazdaságról és a fenntarthatósági fejlesztésekről is tárgyaltak a Nyíregyházi Egyetemen, a Műszaki és az Agrártudományi Kar a Debreceni és az Eszterházi Károly Egyetemmel közösen végez kutatást mezőgazdasági fejlesztésekben. Magyarországon több mint 500 000 ember él valamilyen fogyatékossággal. December 3-a a Fogyatékkal Élők Világnapja. Ennek alkalmából tartottak fórumbeszélgetést hétfő délután Nyíregyházán. A kezdeményezés célja, hogy lehetőséget adjon a civil szervezeteknek, a szociális intézményeknek és a települések önkormányzatainak az együtt gondolkodásra és a tapasztalat cserére. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, december 4-én hétfőn friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változékony, télies időre számíthatunk. Kedd estig a Nyugat-Európa fölött elhelyezkedő anticiklon peremén a Kárpát-medence felett több légköri front is átvonul, így változékony időre számíthatunk. Az előttünk álló éjszaka eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd csökken a felhőzet. Több helyütt valószínű hószálingózás, havazás. A nyugati szél helyenként megélénkül. Reggelre általában -4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte időnkénti felhősödés várható, majd nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható kisebb csapadék, eső, havas eső, havazás. A nyugati szél időnként megélénkül. Délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás kezdődik térségünkben. A hét közepén a változó felhőzetből számottevő csapadék nem valószínű. Éjszakánként kötfoltok képződnek, ezek nagyrészt feloszlanak, általában több-kevesebb napsütés is várható. Péntek délutántól mindenütt beborul az ég, és egyre több felé hullhat csapadék. Eső, havas eső, havazás egyaránt előfordul. Szombat délután, illetve vasárnap a szakadozottabb felhőzetből szorványosan lehet vegyes halmazállapotú csapadék, majd egyre inkább hózáporok alakulnak ki. A hőmérséklet a hét közepén átmenetileg kissé emelkedik, majd a hétvégére ismét csökken.